Bocsánat, azért most a Gyurcsány, én mindig benne vagyok a Gyurcsány gyalázásában, tehát ezzel semmi probléma nincs. Mondja a lózungjait, tehát hallottuk már, miket összehordott, amiből semmi nem igaz, tehát egy halvány árnyalata sem. A Gyurcsány éppen a miniszterelnöki produkciója miatt egy csepülágóvá silányul le. Nem egy szemes politikussá, hanem egy ügyes trakér. Tehát nem magas, nem alacsony, nem ilyen, nem olyan, egy átlagember. Ilyen szemüveges, ilyen földrajztanár típus, vagy mit tudom én. Nem ő követett. Vagy VB titkár típus a Kádár rendszerből, nem? Gyurcsányt utálni, az olyan, úgy van beakadva az emberekben, hogy ki utál? Látom a hangotokból, nem is figyeltek arra, hogy... Nem érted, hogy megvetjük. Egy exhibicionista ember, aki azzal tenne jót, ha visszavonulnál. Ennyire elfoglatlan vagyok. Köszönöm, hogy eljött. Nem elfoglatlan, köszönöm. Moda János, a DK képviselője a vendégem. A sminkszobában mondtam, hogy alapvetően két dolgot szeretnék magával megbeszélni, mint DK politikus. De azért nem állom meg, hogy miért nem beszéli már a maga fletóját, hogy hadonászon és üvölcsön, meg hazárulózzon. Miért csinál mindig cirkuszt? Miért veszi el az én kedvemet attól, hogy tévét nézzek? Na, először is nem az én fletóm. Hogy nem szakad ránk az ilyen. Ezt most idézőjelben... Ne, tegyük ezt helyre. De így... A magyar köztársaság miniszterek. De az őszintjén ez így működik. A magyar köztársaság miniszterek. Aki bolcot csinál magából. Nyilván örös azt mondják, hogy a mi kedves Henrikünk, én egészen biztosan nem. Tehát Jézus várja! Magyar köztársaság miniszterelnökéről, de a koalíció elnökéről, Gyurcsány Ferencről van szó. És már múltkor a Voxba, pont itt voltam, akkor is megbeszéltük, hogy ki hogyan gesztikulál, én is tudok így gesztikulálni. Ez mindenkinek a saját. Nyilván önnek is van egy stílus, amit hát el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sokan megkedvelnek. Én mégis itt ülök és beszélgetem, mert kifejezetten élvezem ezt a fajta, hogy mondjam, műsorvezetési szálat. Mi a baj? Már most már van összefogás, hát múltkor még azt mondta, hogy hát ez itt, tehát itt a Gyurcsány, meg így a Gyurcsány. Nézze, lett összefogás. Az lett, amit a kormányváltó többség harsány, szeretett volna. Harsány. A különbség a triumvirátus három tagja közt. A szelíd, visszahúzódó, időnként magányosnak tűnő Bajnai, most milyen? Nem. Hát egyszerűen nem lehet, hogy egy csapatban ilyen kavalkád de hát, legyen. Dehogy nem, hát pont ez a lényeg. Hát mi? Ilyen Magyarországot szeretnénk, sokszínű. Hát nehogy egyféleképpen kelljen már beszélni, egyféleképpen kelljen már viselkedni, úgy, ahogy mondjuk akár ön vagy bárki más gondolja. Hát attól de nekem jól áll, neki meg nem. De szerintem magának se áll jól, legfeljebb szórakoztat. Jó, beszéljük meg azt a két dolgot. Nem, ezt tisztázzuk itt a végén. Mit a sokszínű Magyarországnak az a feltétele, hogy sokszínű legyen az a kormányváltó többség is, amelyik 2014. április 6-a után attól, hogy az országban kormányozni attól, hogy az én anyámnak, aki már 90 éves lesz áprilisban a mama, elnézést mama, de ő például akkor májol a Gyurcsány. Na látja, nagyon bölcs, hát a bölcs minten, ez egészen biztos. Jézus várja! Két dolgot beszélj már meg gyorsan. Az egyik, és most tényleg komolyra váltottunk. Hát én azt kell mondanom, hogy tegnap az Orbán beszédben abszolút elfogadtam azt az érvelést, hogy azok a cigány gyerekek, akik évtizedek óta nem látták munkába menni a szüleiket, most, ha közmunkára is, de felkelnek és elmennek, ez hihetetlenül fontos morális kérdés. És nem arról van szó, hogy én egyetértenék a statisztikák kozmetikázásával, egyetértenék azzal, hogy kamu hülyeségek miatt be kell ültetni őket a padba, csak hogy a statisztikák, nem erről van szó. De abban viszont az Orbán Viktornak tökéletesen igaza van, hogy valahogy meg kell mozdítani a százezreket, elsősorban a mély szegényeket, azon belül a romákat. Ha így, akkor így. Közmunkaprogram. Lehet, hogy esetleg ma is azt mondja, hogy ebben van valami? A közmunkaprogram az a mi időmben is volt. Ezért van különbség. De most kétszer többet keresnek, mondta a miniszterelnök. De hogy keresnek többet? Azt mondta a miniszterelnök, hogy kétszer többet. Hát ez szokott hazudgálni, nem csak a tévében, a parlamentben. Jézus várja, most nincs válaszom, mert nem tudom, hogy milyen adatokból idéz. Hát
most bruttó 49 ezer forint. A mi időnkben hát ez már ilyen 70 ezer környékén volt ez a közmunkásoknak juttatandó fizetés, ami akkor is nagyon kevés volt, félreértés ne essék. Tehát akkor is nagyon kevés volt. A közmunkaprogramnak nem az a lényeg, amit a miniszterelnök kitalált, hogy itt akkor az embereket egy egész életen keresztül kvázi ilyen 49 vagy 47 ezer forintért teljesen minden, mert az összeg az vannak átképzési programok is. Ja, hát az meg az nem megalázó, ugye, hogy ott rajzolgatni kell, meg nem tudom én, napocskákat. Szóval közmunkaprogram és közmunkaprogram is között is van különbség. A mi időnkben a közmunkaprogramnak az volt a lényege, pont amit ön mondta, hogy akik évtizedek óta nem találtak maguknak munkát, és nem mondja senki nekem, hogy ezek az emberek nem akartak dolgozni. Akartak dolgozni, de van Magyarországon egy csomó olyan hely, ami reménytelen dolgozik. A közmunkaprogramnak és ennek az hogy teremtenének az értelmes munka lehetőséget a lényege. A DK egyik programja például, hogy olyan különleges gazdasági övezeteket kell létrehozni Magyarországon, ahol pont ilyen reménytelen helyzet van, ahol egyébként megpróbáljuk rávenni a piaci szereplőket, hogy a veszteségeik fedezésével, állami fedezésével, de normális munkát teremtsenek. Például, mondjon egy példát. Sírkőfaragás, hát Kínából hozzák már a sírkövet. Nem, de is. Nyilván vannak kis és középvállalkozások Magyarországon is. Vannak olyan környékek, ahova soha nem mennének, hiába építettük ki az infrastruktúrát abban az elmúlt 8 évben. Nem mennek oda. Mert a veszteséget termelnének, mert nem tudják megoldani. Ott az államnak nagyobb szerepe van finanszírozni ezeket semmi. A vállalkozásnak a veszteséget. Gyorsan még az utolsó. Magát nézem, és tegnap megint elolvastam az életrajzát. Több nyelven beszél, több diplomája van, egy jó fellépésű, hihetetlen, kvalitásos nő. Azt mondja meg nekem, hogy mi a francnak politizál maga, de most ezt halál komolyan kérdezem. Maga aztán tényleg megtalálna a helyét a versenyszférában. Hát tiszta értéket. Valamilyen cégem lenne, biztos fölvenném, mert hihetetlen jó munkaerőnek tűnik. Mit szerencsétlenkednek maguk abban a parlamentben? Ezt kérdeztem a nagy bandultól. Nem biztos, hogy valószínűleg nem dolgoznék önnek. Igen, valószínűleg nem dolgozok, sőt, szinte biztos, hogy nem dolgoznak önnek, nem tartom jó főnöknek. Hogy miért? Azért, hogy hiszek abból, amit képviselek. Hát nagy szarban vagyok. A szabadság és szolidaritás ügyébe, és így el, hogy a nap végén, bármilyen küzdelem után, iszonyatos jó érzés az, hogyha az ember csak egy kicsit tud tenni azért, hogy ez egy jobb ország legyen. Szép volt a vége. Ennek a dolognak pedig utána nézek, mert abszolút most bajban voltam, mert nem volt válaszom arra, hogy a miniszterelnök hazudott, amikor azt mondta, hogy kétszer többet keresnek a közmunkások, ennek utána nézek. A szombaton este lesz 8:30-kor Avasalt pályán, és akkor majd erre visszatérünk. Kivágjuk ezt a kis részt, és akkor megnézzük, hogy maga füllentett, vagy a miniszterelnök tudta rosszul. Biztos, hogy a miniszterelnök tudta rosszul. Biztos. Hát lehet, hogy ezért nem dolgoznék magával, mert biztos. Biztos. Ez nem biztos. De biztos. Jó, találkozunk egy hét múlva.